Persze, hogy ide telepedett az egyik macskám abban a pillanatban, ahogy ledőltem abba a pozícióba, amiben az elmúlt napokban mondjuk aludni tudtam. Mert hogy nálunk a macskák ilyen kis szerengetősek. Szóval a pozíció, amiben aludni tudtam. Ebben a videóban elmesélem nektek, hogy a műtét utáni második nap, mikor hazajöttem az vasárnapra esett délelőtt, azóta mi a helyzet, hogyan alakultak a dolgok, és mik a tapasztalataim, illetve milyen tanácsaim vannak így friss műtöttként azoknak, akik még a beavatkozás előtt állnak. Az első és legfontosabb dolog, ami a napnak az egyik legnagyobb programja, az az alvás. Biztosan mindenki máshogy éli meg ezt a dolgot. A kórházban elképesztően jó ágy volt, aminek minden része külön dönthető és emelhető volt. Ehhez képest itthon a saját ágyamban nem tudtam rendesen és kényelmesen aludni. Ennek pedig az oka az az egyetlen egy mélyen a hasamban lévő, jobb oldalon lévő varrat, ami az izomban van. Ami, ha jól értettem az orvost, akkor a sérv kizáródás elkerüléséért van bent. Állítólag régebben elég gyakori szövődmény volt a gyomorszűkítő műtéten átesetteknél, hogy sérv keletkezett belül, ezért ma már a protokoll előírja, hogy ezt eleve megakadályozzák egy varrattal. Ha jól értettem, remélem nem mondok hülyeséget. Na most ez az egyetlen egy varrat fáj, de ez rohadtul fájt. Ha ez az egyetlen egy varrat nem lenne, akkor én már ruttáncolnék, hogy nem tudom, jó, azt sose tenném, de hogy akkor vígan flangálnék bárhol, és bármit el tudnék látni. Ez az egy varrat ott a mélyben lent az izomban, ez néha brutális dolgokat tud művelni. Ez az oka annak, hogy például nem tudok normálisan aludni a saját ágyamban, mert mondjuk legjobban talán teljesen vízszintesen háton esne, ellenben olyankor azért a sav visszajön, tehát nem vagyok én hozzászokva ahhoz, hogy párna nélkül aludjak. Ha már párna, akkor viszont rengeteg párna, tehát félülő pozíció, de az meg a rendes ágyamban a lecsúszással fenyeget folyton. Oldalt feküdni bár lehetne, de nekem nem esik jól, mert ha felül van ez a bizonyos sáv, akkor így behorpad és azért fáj. Ha ráfekszem, azért fáj, hason aludni vagy nem szabad, vagy nem tudok, teljesen mindegy. Ergo ezt találtam ki, hogy kijövök a kanapéra, és akkor gyakorlatilag ülve alszom. Kényelmes, tehát nem probléma, nem okoz gondot. Bár ma hajnalban arra ébredtem, hogy fáj a farokcsontom, mert hogy valahogy arra nehezedem a súlypont, ilyenkor erre esik. Úgyhogy akkor meg azért keltem fel, és járkáltam, meg minden bajom volt, felébresztve ezzel az összes macskát, aki természetesen rám telepedett éjszaka, hogy velem tölti ezt a pár óra nyugalmat. Tehát ezzel még vannak gondok, de azért nincs problémám az alvással, napi 8-9 órát is esetleg több részletekben meg tudom aludni, tehát nem okoz gondot. A oldalamban lévő fájdalom az első napokban főleg kényszerített arra, hogy sokszor legugoljak bármilyen munka közben, illetve törpejárásban közlekedtem a lakásban, roppant mókás volt szerencsére, csak a lányom meg a férjem látta, meg a macskák. A macskák kicsit furcsán néztek rám, hogy azonos magasságba került, ő majdnem roppantul élvezik az ilyen szituációkat, én kevésbé élveztem, de ez a dolog is már nagyon jól múlik. Tüsszentés. Na, ez egy óriási hiba volt. Tehát egyszer tüsszentettem, azt rohadtul megbántam, abban a pillanatban ugyanis logikus, hát ugye az embernek a hasizmai azok használatban vannak véve tüsszentéskor. Na az az egy varrat, az annyira olyan élesen megfájult abban a pillanatban, hogy a tüsszentés abba hagytával ordítottam, ez volt a második hangkiadása abban a 2 másodpercben, és aztán eltelt vagy fél óra, mire az egész elcsitult. Ugyanez van a nevetéssel, most már tudok nevetni, de az első 3-4 napban úgy nevettem max, hogy ezt így megfogtam, egy kicsit rászorítottam. Áfonya, nagyon cuki vagy, édesem, foglak simogatni, ígérem.
És akkor egy picit tudtam nevetni, mert különben fáj. Tehát Vivien Féből könyvet most ne akarjon senki olvasni, ezt nem nagyon ajánlom. Ami viszont nagyon pozitívum, hogy felszívódó varrataim vannak, meg is néztem kettőt. Azért néztem meg kettőt, mert miközben arról volt szó, hogy 5 lyuk lesz a hasamban, 6 raktapaszt találtam magamon, és ez valahogy nekem nem stimmelt, gondoltam, valaki valamit nagyon elrontott, elszámolt. Úgyhogy azt a raktapaszt, amiről sejtettem, hogy a legkisebb esélye van, hogy a köldököm miről leragasztva, azt lebontottam, és ott alatta valóban nem találtam sok mindent, egy milliméternyi kis heget láttam valamit, illetve némi kis alvatvért, azt letörölgettem, és kiderült, megkérdeztem az orvost, hogy ott csak egy vastagabb tűt szúrtak be, amivel felfújták a hasamat, a hasüregemet, úgyhogy az ugrott, illetve leszedtem, lecseréltem a legnagyobb sebről seben lévő vízhatlan raktapaszt, az a legnagyobb seb, amin aztán a gyomrot eltávolították, kihúzták belőlem. Nagyon szép. Egy ekkora iciri-piciri kis kék folt van mellette. A seb maga nagyon gyönyörűen egyenes, felszívódó varrattal van zárva, és valamiféle csíkok vannak még keresztben rajta, amire azt mondta a doki, hogy az a szebb seb gyógyulást, az a szebb heget avatott ott vigyázni, vagy előidézni, hogy arra még vigyázzak, az maradjon még rajta sokáig. De szerintem ezek sokkal szebb varratok lesznek, mint amilyen a gyomorgyűrű behelyezés, megigazítás, illetve arra, hogy erre kivétel során keletkeztek rajtam. Ezt el kell fogadnom, hogy bikiniben vagy nem leszek a életem végéig, bár a súlyom most már majd lehetővé teszi fél év, egy év múlva, vagy el kell azt fogadnom, hogy egy csomó apró kis hegecske borítja a hasamat, majd meglátjuk ezzel, mi lesz, nem olyan nagy katasztrófa. Oké, alvás kipipálva, második fontos dolog, amivel az ember nagyon el lesz foglalva a műtét utáni pár napban, az az étkezés. Mert hogy enni kell, akkor is, hogyha az ember mondjuk nem éhes. És itt jön egy elképesztően furcsa dolog, és most nem azt fogom mondani, amire itt sokan vágyakoznak, hogy de nem vagyok éhes egyáltalán, hanem az a furcsa dolog, hogy és még nagyon meg van zavarodva ott belül valami, és itt belül valami, mert hogy az van, hogy ülök a számítógép előtt, dolgozgatok, belém villan, úristen, nagyon éhes vagyok, de szeretnék valamit enni, felállok, megvan a napi tervezett adagom, tehát nagyon nem fogom tudni túllépni. Oké, megyek, nézek egy deci levest magamnak. Elérek a hűtőszekrényig, ami mondjuk akár még 6-8 méterre is megvan a szobámtól, kinyitom a hűtőajtót, én nem is vagyok éhes. Miért jöttem ide? Becsukom. Valamit megérzek. De éhes vagyok, nem? Vagy ez csak fájdalom? Vagy most görcsöl a gyomrom? Vagy a savam lett sok? Vagy éhes vagyok? Kinyitom a hűtőajtót, benézek, kiveszem a levest, lerakom, nem vagyok éhes. Szóval, hogy nagyon meg van zavarodva most ott is, meg itt is belül minden, ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy ugye átvágtak egy csomó ideget, meg kivettek komplett gyomorrészt, 85%-át a gyomromnak, és áthuzalozták, hogy nem tudom, ez hülyén hangzik, de szóval, hogy még ott még bizonytalan dolgok vannak, és még nem tudom érzékelni, hogy mi az igazi éhség, mi inkább egy műtét után járó fájdalom, mi egy kis gyomorgörcs, ami mondjuk az előző étkezésem után alakult ki, bár nekem szerencse van úgy tűnik, hogy nincs egyelőre olyan, amit nem tolerálnék, vagy hogy esetleg inkább szomjas vagyok, mint éhes vagyok. Szóval ezzel még vannak gondok, de ha már a szomjúságnál tartunk, akkor inni kötelező. Dietetikus természetesen és teljesen jogosan és a nemzetközi szakirodalom alapján a vizet fogja ajánlani neked, mint fő folyadékforrást. Én utálom a vizet, be kell valljam, férfiasan vagy nőiesen őszintén. Nem szeretek vizet inni. Ha már vizet ittam eddig életemben, akkor az viszont buborékos volt, ami viszont most szigorúan tilos, és nem csak most, hanem még egy jó pár hónapig, ha nem az életem végig, az majd ki fog később derülni.
Tehát az első 3 napnyi kötelezően végrehajtott vízivás után itthon én kerestem azért alternatívát, hogy mi az, ami kalóriamentes, és mégis örömmel megiszom, és ez nekem a zero, vagyis kalóriamentes iced tea volt, több márkája, fajtája kapható, teljesen mindegy, hogy milyen. Én azt hígítom vízzel, vagy a vizet hígítom iced tea-val, teljesen mindegy, mindenki kitalálhatja az arányokat, de gyakorlatilag egyébként bármi olyan zéró kalóriás dologgal kombinálható a víz, citromlével, bár azt szerintem savasít, lehet, hogy azt inkább mégis visszavonom és nem ajánlom, de vannak mindenféle ilyen ízesítő cseppek, amiket lehet kapni, valószínűleg a szörpből is, ami 0 kalóriás, mert ugye olyan is létezik, abból is lehet valamit használni. Tehát teljesen mindegy, hogy mi az, csak ne legyen belőle plusz kalóriabevitel, ugyanis 2 litert meg kell belőle inni, és hogyha 2 liter kalóriatartalmú folyadékot nyom be valaki, akkor az a már rögtön pár száz kalóriát betol, és hát nem az a célunk most, hogy felesleges kalóriákkal terheljük a szervezetünket, bár hozzáteszem az első napokban egyébként is annyira keveset tudunk enni, hogy most még talán ez is mindegy lenne, de azért, hogy az ember ne kövessen el rögtön az elején táplálkozási hibákat, vagy inkább azt mondanám, hogy át tudjon állni egy egészségesebb életmódra, egészségesebb táplálkozásra, jobban teszi, hogyha nem ilyen bűnözéssel indít. Keressetek, találjátok alternatívákat. Erre, aki pedig szereti az üres vizet magába inni, az hajrá. Maga az étkezés. Nagyon ajánlom mindenkinek a kalóriabázis.hu nevű oldalt. Én sem ismertem, nekem is a Facebook csoportban ajánlották. Nagyon szépen köszönöm, mert remek. Ahol milliónyi felsorolt élelmiszer, illetve ételtípusból kiválasztatod, hogy hány gram, deka, centiliter, deciliter dolgot fogyasztottál el, kiszámolja annak a szénhidrát tartalmát, fehérje tartalmát, kalóriatartalmát, zsírtartalmát, már ha bevitte az illető, aki feltette annak idején ezeket az adatokat, ha nem, akkor te is felviheted új élelmiszerként, és akkor már helyesen lesznek bent. Gyakorlatilag abszolút nyomon tudod követni gramra, illetve kalóriára pontosan, hogy mit vittél be, és hogyan, és mikor. És ez azért nagyon is jó, mert ugye az elején, mikor az ember megadogatja a testsúlyát, az elérni kívánt testsúlyt, mozgástípust, mit tudom én, egy csomó életkort, nemet, stb. Ilyesmit, akkor kiszámolja, hogy mennyi az a kalóriamennyiség, és mennyi az a fehérjemennyiség, szénhidrátmennyiség és zsírmennyiség, ami napi ajánlott bevitelként ajánlotta a fogyásodhoz. És ezt nagyon jó látni, nyomon követni. Ugye nekem például ilyen 1100 valamennyi kalória lenne az ajánlott bevitelem naponta ahhoz, hogy már fogyni tudjak egy jó ütembe. Ehhez képest kapaszkodjatok meg az első napokban 300-350, tegnap és tegnap előtt már 400-450 kalóriát meg tudtam enni. 450 kalóriát tegnap maximum. Hihetetlen. Tehát 450 kalóriából megreggelizni nem tudtam. Nem, ez hülye példa, mert nem szerettem. Hát én nem reggeliztem klasszikusan, teljes kávét reggeliztem visszavonva. Tehát 450 kalóriából megvacsorázni vagy megebédelni nem voltam képes eddig, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon kimérve, nagyon kevés olyan élelmiszerrel, ami jól esett, és amivel ezt meg lehetett oldani. A bevitt ételmennyiségek, azok, most nincs nálam a pohár, és nem állok fel, mert áfonyát szegint, akkor felébreszteném, de 1 dl-ben lehet gondolkodni. Hozzáteszem még egyszer, hogy én szlíves vagyok, tehát nekem csőgyomrom van. A bypassosoknál picit más a helyzet, nekik még kisebbre szabják azt a kis picike gyomrocskát ott fent, amihez csatlakoztatják aztán a vékony belet. Mi szlívesek 1-1,5 dl-s gyomormérettel jövünk ki a műtőből, inkább 1,5 dl, ha a szakirodalomnak hinni lehet, de ebbe is ugye maximum 1 dl valamit lehet tölteni, úgyhogy az ételmennyiség, ez nevetséges. Úgy gondoljatok bele, a bébi kaja, a kis bébi kaja, amit adtunk, én is adtam a gyereknek, azok 1,6 dl-nél kezdődnek, és aztán 2,2-2,5 a legnagyobb bébi kaja, amit lehet kapni. Nem tudom megenni egy bébi üvegnyi ételt ebben az időszakban.
Úgyhogy a repertoár az, mondhatnám azt, hogy szegényes, de nem igaz, mert mindent lehet enni, ami folyékony állagú, vagy elképesztően krémes állagú, magas a fehérje tartalma, alacsony a szénhidrát és zsírtartalma, nem csípős, nem túl sós, nem marja a gyomrot, tehát olyan gyomorkímélő lájtos dolog. Elmondom, hogy én miket ettem az elmúlt napokban. Üres húslevessel indítottam természetesen, mert ugye ez volt az ajánlás. Aztán egyszer ebbe turmixoltam bele főtrépát, mert szintén ez volt a dietetikus ajánlása. És a további napokban pedig már krumplikrémlevest ettem, tojáskrémlevest ettem, jól felhígított spenót főzeléket ettem, ma reggel egy deci kakaót ittam, az volt a reggelim, 50 kalória, aztán joghurtot ettem, például egy decit, én abba fehérjeport kevertem, nagyon finom volt így. Nem nagyon jut eszembe más minden, ilyesmik mennek most le, többféle krémlevest lehet csinálni, rendelni, nekem az anyósom készít nagyon finomakat, a következő krémleves, amivel jönni fog, az a répa krémleves lesz, már nagyon várom. Úgyhogy ezek a kajánlások, én naponta legalább 4-szer, de inkább 5-ször eszem, én műtét előtt is gyakran ettem keveset. Én nem az a nagy evő voltam, aki kirak egy ekkora tál húst körettel és bevágja, vagy 8 töltött káposztát, vagy 6 szilvásgombócot. Tehát mindig inkább több szerettem keveset. Most is ehhez tartom magam, csak a keveset az tényleg nevetséges mennyiség teljes mértékben. Oké, evésivás kipipálva. Ami elengedhetetlen és senkinek nem ajánlom, hogy elfeledkezzen róla, az a véralvadásgátló szurkálása az ember hasába, ami, hogy mondjam, tudatra nem egy kellemes dolog, hogy kiveszel egy tűt és leszeded is fedődet, és beleszúrod a hasadba, de hogy egyáltalán nem fáj. Aki még ilyet nem élt át, tehát még nem esett át műtéten is esetleg ez a parája, hogy milyen lesz majd magát megszúrnia, azt meg akarom nyugtatni, hogy semmilyen, mert hogy gyakorlatilag a szúrás nem érzed, és ha ügyesen lassan elveszted be a folyadékot, akkor az se csíp, feszít, mint általában mondjuk egy injekció vagy egy oltás. Tehát semmi probléma vele, a még félősebbek pedig, hát gondolom meg tudnak kérni a családból valakit, hogy míg ők becsukják a szemüket és elfordulnak, addig valaki meg tegye ezt, megszúrja magát. Úgyhogy nagyjából így zajlanak az első napok. Ha ez a bizonyos fájdalom nem lenne jobb oldalt, amire én az itthon lévő első három napokban szedtem fájdalomcsillapítót, ugyanazt kaptam, irattam fel egyszer receptre, és kaptam csak csepp alakban, mint amit bent a kórházban is adtak nekem, mivel gyógyszerneve van, összenevet nem mondhatok, elég csak, hogy egy erős fájdalomcsillapító. Ez nagyon jól bevált. Tegnap volt egy komplett olyan napom, amikor egyáltalán semmiféle fájdalomcsillapítóra nem volt szükségem. Nagyon-nagyon örültem neki, mindent tudtam csinálni az ég egyet a világon. Ma hajnalban az alvásomat csesztem el, sajnos először megpróbáltam fekve. Ott akkor, amikor fölhúztam magam, akkor megfájdult. Ha már megfájdult, akkor nagyon lassan múlik el. Akkor kijöttem, nem találtam helyen, felkeltem, mentem egy kört, visszafeküdtem, a macskák újra jöttek. Tehát a mai szaka az nem volt jó, ma reggel emiatt, vagy hajnalban emiatt mégiscsak kénytelen voltam újra egy kis fájdalomcsillapítóhoz folyamodni, de nekem egyébként is alacsony a fájdalom küszöböm, én nem vagyok arra büszke, hogy mennyit bírnék, tehát nem érjétek hozzám magatokat, vannak, akik ennél sokkal jobban bírják. Jut eszembe még egy dolog viszont, amit én is a csoportból, a Facebook csoportból tudtam meg, és hálás köszönetem annak, aki ezt kiposztolta, hogy van valami, amivel lehet segíteni a sebb gyógyulást, illetve a szebb hegesedést, tehát a gyorsabb sebgyógyulást és a szebb hegesedést, illetve sokat fog tudni segíteni azon, hogy a bőrünk megpróbálja követni a zsír ürülés tempóját, és ne egy szottyat szatyor legyen valahol, hanem megpróbálja visszahúzódni rugalmasan, és ez a kollagén.
Úgyhogy kollagénre fel, keressetek kollagént, rengeteg típust, rengetegféle gyártótól lehet kapni. Én nem fogok márkát mondani senkinek, amit én találtam, az szerintem jó, logikus, hiszen egyébként nem vettem volna meg. Amit én vettem, annak egy 20 g-os adagjában 18 g, nem milligram, gram kollagén van, kellemes por formájában, aminek jó az íze. Feloldom, ezzel is egy újabb 2-3 decinyi folyadékot meg tudok inni, elkortyolgatom, nem zselés az állaga, rendesen folyadékká oldódik fel, jó íze van, és ez csak egy pozitív mellékhatás, hogy bár én soha nem voltam ráncos, annak ellenére, hogy 44 éves vagyok, de nevető szarkalábok azért alakultak ki a szemem sarkában, azok már most pár napnyi kollagénfogyasztás után megsimultak, kisimultak, illetve nekem itt a dekoltázsomon láttam néhány mélyebb ráncot, na azok most teljesen eltűntek. Ahhoz képest, hogy fogytam, ja, ugye a hír, mert ezt nem is mondtam, ugye pénteken műtöttek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök van, csütörtök reggel mértem magam, de ez már a 6. nap lenne, tehát 5-6 nap alatt 2,5 kilót fogytam le, és ez tiszta zsírból jött a mérleg tanúsága szerint, meg amiatt is, hogy a májzsugorító diétával, amit a műtét előtt kellett csinálni, azért már a vizet kihajtottam magamból. Úgyhogy ez szerintem egy csodálatos tempó, de mondjuk ekkora kalóriabevitel mellett csodálkozna is az ember, hogyha nem fogyna. De azért egy zárójel, csodálkozna, hogyha nem fogyna, de fogok is csodálkozni, mert hogy szinte biztos, nem tudom, persze az otthos lottó számait sem ismerem, és a jövőben sem látok, de szinte biztosan lesznek olyan periódusok a következő hónapokban, vagy egy-másfél évben, amikor ijesztő módon nem fogok fogyni egy dekát sem. Ezzel a legtöbben, vagy úgy kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenki megküzd a csoportból, ahol én is bent vagyok, és ahol követem a fogyástörténeteket. Azért mondom, hogy nem mindenki, hanem szinte mindenki, mert azért olvastam egy-két ezzel ellentétes bejegyzést, de hogy a szervezetünk néha csodákra képes, és a csodák alatt azt kell érteni, hogy a tartalékolásra van tervezve, tehát a pánikreakció miatt simán előfordul, hogy esetleg egy hétig, vagy legalábbis 2-3 napig nem mozdul a súlyának ellenére, hogy ilyen extrémen kicsi étel jut be az embernek a gyomrába, és emiatt ugye az energiabevitele az tényleg elképesztően alacsony. Tehát ettől meg nem kell megijedni, a szervezet csak egy ideig óráig képes megakadályozni az energiamérleg által kötelezően bekövetkező súlyvesztést, úgyhogy előbb-utóbb ezen is át lehet lendülni, ezen a holdponton. Nagyjából ennyi egyelőre, ez jutott eszembe az első pár napról. Így szoktam aludni, magam mellé rakom még ezt a párnacskát, még átölelem, és akkor így szundikálok, és akkor végül is így kényelmes, még annak ellenére is, hogy mondjuk egy macska fekszik rajtam. Majd mondom még, pontosabban mondjuk jelentkezem, csinálok még ilyen videókat, mondom majd, hogy hol tartok, és mik a tapasztalataim. Egyelőre minden a várt dolgok szerint alakul, semmi olyan nem történt, amire leszámítottam volna, és egyelőre roppantul elégedett vagyok mindennel. És ez a párnapos fájdalom, ami a műtét után kötelezően vele jár, szerintem simán kibírható, és úgy gondolom néhány hét múlva mindez már csak egy távoli emlék lesz. Sziasztok!